November 25-ét 1981-ben a latin-amerikai és karibi térség első feminista konferenciáján nyilvánították a nők elleni erőszak ellenes világnappá, majd 1999-ben az ENSZ hivatalosan is világnappá nyilvánította. Az Egyesült Nemzetek meghatározása alapján nők elleni erőszaknak minősül minden olyan nők ellen elkövetett erőszakos cselekedet, amely szenvedést okoz, legyen az verbális, fizikai, lelki, szexuális vagy gazdasági, akár köz, akár magánéletben történik. Számtalan olyan bűncselekmény van, olyan erőszakos bűncselekmény, aminek sértette lehet nő is. De én úgy gondolom, hogy ez az erőszakos bűncselekmény, tehát hogyha csak a szónak a jelentését nézzük, akkor abból egyértelműen következtethetünk arra, hogy minden olyan cselekmény, amit a nőknek a sérelmére követnek el, és ott erőszakot, akár fizikai erőszakot is alkalmaznak. Nagyon széles lehet a repertoár, egészen onnan, hogy bántalmazzák gyakorlatilag a lakásának vagy otthonának a négy fala között megverik a nőt, kizsákmányolják, akár szexuálisan, akár gazdaságilag, vagy egy nemi erkölcselleni bűncselekménynek áldozatává válik. A rendőrség adatai szerint megyénkben folyamatosan csökken a bűncselekmények száma, ezzel együtt a nők sérelmére elkövetett esetek is. Ez a tendencia azonban országosan már nem állja meg a helyét. Megyénkben idén eddig körülbelül 2600 bűncselekmény történt, ennek a negyede kifejezetten nők ellen irányult. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a bűncselekményeknek a száma az csökkent, ennek következtében, vagy ezzel párhuzamosan a nők sérelmére elkövetett bűncselekményeknek a száma is csökkent. Az első 10 hónapban körülbelül 600 olyan erőszakos, személyen erőszakos bűncselekmény valósult meg, amit nőknek a sérelmére követtek el. De mint ahogy mondtam, nyilvánvaló ez a szám, ez nem egy hű, tekintettel arra, hogy a családon belül erőszaknak jelentős része az látenciában marad, a sértettek nem jelzik a rendőrség felé, segítséget nem kérnek mástól sem, ennek következtében így ebből rendőri eljárás nem is tudunk indítani, kezdeményezni. A megyei rendőrfőkapitányság előadásával azt mutatta be, hogy milyen lehetőségei vannak azoknak a nőknek, akik erőszakos bűncselekmény áldozatává válnak. Felhívták a figyelmet arra is, hogy az érintettek merjenek segítséget kérni.